Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gyarmat István nagykövet, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Menjünk valahova a Közel-Kelet, illetve Közép-Ázsia szélére, mondjuk Pakisztánba. Mi újság? Meddig tarthatott, amíg megszámolják ennek a 200 millió embernek a szavazatát? Hát eltartott egy darabig, bár ez egy viszonylag jól szervezett állam, Pakisztán. De hát vannak olyan részei, ahova nem nagyon tudnak eljutni. Nem tudom, hogy ott sikerült-e választást tartani. Én szerintem azért... Közel 1 millió egyenruhás felügyelte a választásokat. Igen, ugye ez a furcsa dolog, hogy nálunk Európában az a szabály, hogy a egyenruhás a választókörzet közelébe se menjen. Ott meg a biztonság miatt azt szeretik, hogyha minél több egyenruhás van a választókörzeteknél, és nem gyanakszanak úgymond arra, hogy ez megfélemlíti az embereket. Már a választás előtt több száz ember vesztette életét a különböző terrortámadásokba, és sok százat tehető a sérültek száma is. Volt olyan kamikász terrorista, aki a szavazóhelyiségben bejáratában robbantotta föl magát. Hát ezért vannak ott a katonák a szavazóhelyiségeknél. Persze mindent nem tudnak ők sem megakadályozni. Nyilván van egy öngyilkos merénylőtt, aki a katonákat is fölrobbantja saját magával, azt nem nagyon, vagy nem biztos, hogy vissza tudnak tartani. De hát ez egy érdekes dolog, hogy ezek egész más dimenziók, mint nálunk. Beszélgettem az indiai választási bizottság elnökével, hogy miért nem hívnak meg megfigyelőket Indiába, és mondta, hogy gyertek nyugodtan, semmi probléma, 200 ezer, 700 ezer szavazókörzet van, küldtök 1,5 millió megfigyelőt, gyertek. Ahhoz, hogy nézőink megértsék, illetve térképet most nem teszünk ide, hogy is volt ez? Voltak a történelmi gyarmatok, és akkor az angolok úgy látták jónak a megoldást, hogyha ketté osztják, egyik része lesz India, a másik Pakisztán. Ha külön választják a muzulmánokat, és vagy hogy? Igen, ez nem volt butaság egyébként. Tehát, hogy eredetileg nem ez volt, hanem eredetileg az volt, hogy volt India, és India két szélén volt Pakisztán, aminek hát a keleti része most Banglades néven levált, tehát nem nagyon funkcionált az, hogy van egy országrész, aztán utána van egy India, és utána van egy másik országrész. De igen, ez volt az alap, hogy lehetőleg amennyire lehet megelőzzék a hindu-muzulmán vérengzéseket, amikre elég nagy hajlandóság volt. Ha megnézzük tulajdonképpen a Pakisztán őslakossága, azok síták és szunitákból állnak. Mégis akkor miért nyírják egymást? Hát például ezért, mert síták is, meg szuniták is. Hát ugye a terroristáknak azért sok ok nem kell. Nekik más okaik vannak, úgymond, amit ők jó oknak gondolnak arra, hogy merényleteket kövessenek el. Pakisztánban is ugye ez van. Hát meg Pakisztán az ugye nagyon közel van Afganisztán, és a talibánoknak hosszú idő óta. Erre gondoltam, hogy geográfiai helyzetük miatt az is. Az is, de egyébként saját homemade otthon gyártott terrorizmus is van, de hát nagyon erőteljesen összefügg Afganisztán, hogy az afgán vezetés. Ezek a terrorszervezetek tulajdonképpen azért jönnek létre, hogy valami önállóságot, autonómiát, szabadságot, vagy vallási elfogultságból. De mind a két fajta van általában, tehát mondjuk az írköztársasági hadsereg, meg a baszk, meg a katalán terrorizmus, amíg volt, annak volt valami konkrét követelése, ami többé-kevésbé teljesült is, például Írországban ugye a Good Friday Agreement-tel, és ezzel viszonylag gyorsan meg is szűnt a terrorizmus. A másik fajta terrorizmus, a globális terrorizmusnak nevezhetjük, ugye ott nem konkrét követelések vannak, azon kívül, hogy meg kell ölni mindenkit, aki nem muzulmán hitre, vagy pontosabban a muzulmán hitnek még csak nem is arra az ágára esküszik, amire ők. És ezekkel nem nagyon lehet mit kezdeni, mert ezt a célt, amit ők akarnak elérni, ezt arról nem lehet tárgyalni. A GDP-jük nem túl nagy, mégis 25%-uk földművelősből él, van ipar, van közszolgáltatás. Hát igen, hát ez egy ilyen, ugye ha az ember elmegy
a Pakisztánban, mondjuk a nagyobb városokban, de teljesen normálisan működő városnak a képét látja, nincs ott... Néha még rendezettebb, mint India. Hát sok szempontból rendezettebb, igen, mint India, vagy legalábbis India bizonyos részeinél, igen. De hát azért ugye a pakisztáni helyzetre az a jellemző, hogy vannak olyan tartományai, ahova hát szinte be sem erészkednek az államhatalom emberei. Mert például a talibánok tartják, vagy tartották, most mi Perudzsisztánt, amíg... Mennyire jelentős Pakisztán hadipara? Hát ugye alapvetően ott van a nukleáris erő, pakisztáni nukleáris fegyverek. Hát akár a világ ötödik helyére sorolhatjuk őket, hát nem? Nukleáris romboló képesség szempontjából igen. És hát ugye ez egy, hogy mondjam, elég viszonylagos dolog, mert ha az ötödik hely is elég ahhoz, hogy a világot megsemmisítsék, akkor tök mindegy, hogy első vagy ötödik a világon. Van pakisztáni hadipar, óriási import, nagyon sok fegyvert importálnak, elég jól felszerelt a pakisztáni hadsereg egyébként is, hiszen ugye ők ott látják Indiát, mint fenyegetést. Túlnépesedés. Vannak olyan számítások, hogy ha nem változik semmi, akkor néhány évtizeden belül Pakisztán túlnépesedi akár Kínát is. Tehát óriási nagy problémák vannak ott. Ez a hitük miatt is. Van? Hát általában ugye én azt gondolom, hogy hogy bizonyos gazdasági fejlettségi szinten sok gyerek a megélhetésnek a biztosítéka. Ugye egyrészt a megszülető gyerekeknek egy jó része meghal, mielőtt felnőtt legyen, lenne, ott van a munkaerő, ha az idősebbek, betegek, öregek, akkor legyen, aki eltartja őket, ugye miután nincsen semmilyen szociális ellátó rendszer, tehát sok gyereket szülnek, ugye ez nálunk is így volt korábban, nem annyira, mint Pakisztánban, de ahogy a gazdasági színvonal emelkedik, és ezzel a társadalmi struktúrák is változnak, úgy csökken a gyermeknek, a gyermekszülésnek a hajlandósága. Ugye sajnos sokszor látjuk Európában, például Magyarországon is, hogy túlságosan is lecsökken már arra se elég, hogy reprodukálja a népességet. Mikor várható, hogy a térség polgárai a túlnépesedés következményében ők is megindulnak Európa felé szerencsét próbálni? Hát bizonyos mértékben van ilyen vándorlás. Pakisztánból is, nem olyan óriási nagy, mert azért Pakisztán viszonylag működőképes állam. De hát ugye Afganisztánból, a szomszédos Afganisztánból, igen, Bangladesből is jönnek időnként. Nem gondolom, hogy onnan tömeges elvándorlás lenne, mert hát ha csak nem történik valami nagy polgárháború vagy ilyesmi, nem tör ki, akkor azt gondolom, hogy onnan jelenleg tömeges elvándorlás nem várható, és messze is van Európa. Ön kinek szurkol a választásokon, a krikettjátékosnak? Nem szurkolok igazából senkinek, akit megválasztanak. Annak szurkolok, hogy akit megválasztanak, az normális politikát folytasson. A hadsereg által támogatott politikai szervezet mennyivel lehet jobb, mint a másik? A Pakisztánban a hadsereg rendkívül erős. Igazából, ugye az előző kérdésre válaszolva, igazából szinte bárki nyer, a hadsereg fogja ellenőrizni az államhatalmat. Mindahogy úgy, hogy mint közel 10 évvel ezelőtt, amikor Erdoğan még a kezdetén járt a hadsereg, igen, támogatásával. Igen, vagy talán még erősebben egyébként. De ez egy nagyon sajátos helyzet. Ugye mi itt Európában azt mondjuk, hogy a katonák ne szóljanak bele a politikába. A világban viszont sokszor azt látjuk, hogy a fejlettségnek egy bizonyos szintjén a hadsereg az egyetlen működőképes szervezet, amelyik tudja biztosítani bizonyos mértékig az államnak a működését. Tehát óvatosan kell azzal bánni, amit kell. Akkor az mennyire európai... demokratikus, vagy hát kinek igen, kell, ami európai demokratikus gondolatai? Én nem azt gondolom, nem kinek, hanem mikor. Tehát ugye Európa is, mikor azon a gazdasági szinten volt, mint mondjuk Pakisztán, általában, akkor mi sem voltunk óriási demokráciák. Tehát van egy bizonyos összefüggés, azt gondolom, a gazdasági társadalmi fejlettség és a kormányzásnak a színvonala. Mennyire lehet tág a szociális olló Pakisztánban? Mert ugye a szomszédos Indiában vannak nagyon gazdagok és vannak nagyon szegények. Pakisztánban is vannak nagyon gazdagok és nagyon szegények. Közbiztonság szempontjából ma India nagyon sok részén nők nem nagyon mernek az utcára menni bizonyos órákba, vagy bizonyos területekben. Hasonló lehet a helyzet
Vajon Pakisztánban is? Igen, hát Pakisztánban vannak olyan részei, ahol férfiak sem nagyon mernek az utcára menni bizonyos időkben. Igen, hát ugye a nagyvárosokban viszonylag jó a közbiztonság, a minél kijebb megyünk bizonyos területekre, annál kevésbé. Milyen lehet az ő kapcsolatuk mi velünk? Márhogy Magyarországgal? Magyarországgal. Hát marginális igazából. Jó a kapcsolat, tehát kifejezetten jó kapcsolat van, de minimális. Már ugye például a MOL-nak a legnyereségesebb üzlete az Pakisztánban van egyébként. Tehát vannak azért ott lehetőségek, amiket ha ki tudunk használni, akkor nagyon komoly üzleti hasznot hozhatnak, de hát nehéz dolog. Szóval ugye, oda elmenni egy magyar vállalatnak, és ez általában is azt gondolom, hogy igaz, ilyen messzi helyre, bizonytalan helyre elmenni egy nem MOL méretű vállalatnak nagyon-nagyon nehéz. Másfajta szokások, másfajta... Megközben más a közbiztonság, más, sok minden más, igen. De a MOL-nak sikerült. A MOL-nak sok minden sikerült. Igen, nem baj az, sőt. Kedves nézőim, az elmúlt közel 15 percben Gyarmati István volt nagykövetet, biztonságpolitikus, láthatták, hallhatták. Vele legközelebb itt a képernyőn hétfőn este fognak találkozni, amikor a Világ zsidó szemmel műsorunk állandó paneltagjaként érkezik. Kellemes hétvégét, jó unokázást! Köszönöm szépen! Integetni az unokának, jó az unokáknak. Jó meleg lesz, és nagyon odafigyelni a folyadék háztartása. Kedves nézőim, perceken belül még egy perc és 8 óra van, és ha 8 óra van, akkor következik a híradó. A híradó után itt lesz Sándor Anna a Spinoza Fesztiválról, de vendégünk lesz szokásos pénteki összefoglalóra Seres Attila is, majd érkezik egy operaénekesnő, Csordás Klára. Ez a mai kínálatunk, tartsanak tovább velünk. Köszönöm. Szia.